Köszöntöm Önöket, ez itt a Szubjektív, a mai műsor témája pedig a családon belüli erőszak, vendégem pedig Telecski Boris, a Szabadkai Szociális Munkaközpont pszichológusa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nézzük akkor a legelejétől, mi az, amit mi családon belüli erőszaknak nevezünk? Ugye itt nem csak fizikai erőszakról beszélünk. Természetesen minden olyan cselekedet, ami családon belül a tagok között, tehát lehet a férj irányából a feleség iránt, tehát a nő iránt, fordítva is lehet, de lehet a gyerekek is lehetnek áldozatok, illetve mostanában szemtanúi vagyunk, hogy fordítva is a kamaszoknál főleg, hogy a szülők jelentik be az ilyenféle cselekedetet, de tudni illik, hogyha családon belüli erőszakról beszélünk, a kutatások is úgy mutatják, és a mi tapasztalatunk is itt nálunk a központban is azt mutatja, hogy több mint 80% a nőkkel szemben történik. Tehát ez is egy fontos tényező, ha beszélünk erről a jelenségről. Említette ugye, hogy a leggyakoribb az, hogy a férfi bántalmazza a nőt. Itt elsősorban fizikai erőszakról beszélünk? Legtöbbször, ha már és ahol már fizikai erőszak is megjelenik, ott a fizikai erőszakot nagyon sokszor a pszichikai erőszak is megelőzi, illetve a gazdasági. Van egy ilyen fajta is, ami szinte csak arra utal, hogy az a viszony nem egyenjogú, egyenrangú, hanem a férfi az, aki dönt több kérdésben, illetve akinél van a hatalom, hogy úgy mondjam, és többek között az anyagi erőforrások is. Tehát az is egyfajta erőszaknak számít. Ez a három általában együtt jár, vagy külön-külön is? Természetesen van, egyéni esetek is vannak, de legtöbbször, mivel az a legjellemzőbb az ilyen kapcsolatokra, hogy nem egyenjogúak, nem egyenrangúak, hanem valaki, legtöbbször a férfiak visszaélnek valamilyen módon, tehát ez a három, illetve négy-öt, még lehet beszélni többféle módon, tehát visszaélnek a hatalommal. Hányan jelentkeznek egyébként önökhöz évente a Szociális Munkaközpontba? Mennyire, és mennyire tudja ez a szám azt mutatni, amennyi erőszak valóban van? Tehát, hogy mennyire reprezentatív ez a szám? Ezt tehát jól vették észre, mivel tényleg ez különbözik. Tehát az a szám, amivel mi rendelkezünk, az mondjuk néhány száz eset, 300 eset körül évente, ami ugye, akik jelentkeznek. Elnézést, ki jelentkezik? Maga az áldozat, vagy van, hogy mások jelentik be az erőszakot? Van, hogy az áldozat is, de van, hogy mások is feljelentik. Tehát tévedtem, több mint 100 eset évente. Ami hozzánk kerül valamilyen úton, módon, ahogy maga is mondta. Viszont természetesen, hogy tudjuk, hogy annál nyilván, hogy több olyan eset van, ahol, és olyan családban, ahol erőszakról lehet beszélni, erőszakos viszonyról, viszont továbbra is egyfajta tabú, továbbra is ez a téma, ugye, egyfajta szégyen az áldozatnak is, legtöbbször az áldozatok félnek is, hogy feljelentsék, ezért továbbra sem tudunk beszélni ugye egy objektív, reális számról, viszont ami jó, hogy a 2001 vagy 2 óta folyamatosan, hogy mondjam, dolgozunk azon, hogy ez a téma kapjon helyett a köztudatban, hogy fontos legyen, hogy beszéljünk róla, mivel akkor 2001-2-ben is változott a törvény, ami által ugye ez nem privát ügy maradt, hanem bűncselekménnyé vált. Tehát csak a tudat és a köztudat ugye az lassabban változik, úgyhogy egy törvény
ilyen tekintetben nem elég, hogy megváltoztassa a tudatot is, ezért lassan, de biztosan gondolom, hogy növekedik az áldozatok száma, illetve azok száma, akik feljelentik, hogy ilyen cselekedeteknek az áldozatai. Ön is említett, hogy a családon belüli erőszak az évekig elhúzódik, tehát mint a fizikai bántalmazás, vagy amit megelőz a lelki terror, vagy együtt a kettő. Mi az, ami miatt ezek az áldozatok, akik ugye évekig megfélemlítésben élnek a családon belül, végül mégis úgy döntenek, hogy szólnak, hogy jelentkeznek, hogy segítséget kérnek. Van valamilyen kiváltó ok, vagy esetleg valahol hogy úgy érzik, hogy most már elég volt, ami miatt úgy érzik ezt? Itt is ugye egyéni okokról beszélhetünk, de hát mindenből egy pici. Még ide sorolhatnám azt is, hogy valóban folyamatos kampány is megy évente egyszer, most már van egy ilyen világnap is, ami a családon belül, illetve nőkkel szembeni erőszak ellenes világnap is van. Tehát ez már lassan úgy belemegy a köztudatba, és most már bátrabbak a nők is, illetve az áldozatok is, hogy feljelentsék, de egyéni okokból biztos, hogy mindez, amit felsorolt, fontos szerepet játszik. Valamilyen kutatások, egy belgrádi civil szervezet, aki a Női Autonómiai Központ, belgrádi szervezet, aki ezzel a témával szinte 2001 vagy 2 óta komolyan foglalkozik, csináltak egy kutatást, ami alapján az áldozatok mielőtt ugye feljelentik az erőszakot és kilépnek az erőszakos kapcsolatból, illetve elválnak, előtte átlagban 7-szer próbálnak kilépni, és ugye nem sikerül. Tehát nem egy egyszerű történet, így ha... Nem sikerül, meggondolják magukat útközben? Így van. Időközben? Így van, időközben meggondolják magukat a félelemből, tehát ezt is fontos hangsúlyoztatni, meg félemlítés miatt, fenyegetés miatt, tehát komoly dolgok vannak, de találkozunk sajnos olyan féle előítéletekkel, hogy hát én kibírom, ugye nekem ez a fontos, hogy a család miatt, csak hogy a család maradjon együtt. Az mi, akik közvetlen az áldozatokkal is foglalkozunk, tudjuk, hogy az mennyire tévhit, mivel a gyerekek egy erőszakos kapcsolatban nem kapnak biztonságot, nem kapnak egy megfelelő modellt, és az nem egy módszer, hogy nem jó, ha minden áron ugye meg akarjuk tartani a családot ilyen esetekben, ahol erőszakról beszélünk. Nézzük, mi történik akkor, ha maga az áldozat jelenti be az erőszakot, illetve mi történik akkor, hogyha valaki más, tehát teszem a szomszéd, rokon szól róla, ugyanazok a következmények vannak, ugyanúgy tudnak önök eljárni, vagy van különbség a kettő között? Tudomásom szerint lényegében ugyanaz az eljárás, ami a mi intézményünket illeti, tehát legelőször jegyzőkönyvet tesz a jogászunk, ahol ugye az áldozat, illetve az, aki feljelenti, elmondja az ő igazát, hogy úgy mondjam, részletesen, és mi aztán természetesen törvényileg kötelesek vagyunk, tehát a mi intézményünk, hogy kapcsolatba lépjen, illetve hivatalból jelentse tovább a rendőrségnek és az ügyészségnek, és ilyenkor mindenki a saját hatási körökből ugye intézkedik. Ami a szociális központot illeti, mi ugye azonnal ezen kívül, hogy jelentsük az ügyet tovább, tudunk tenni ilyen sürgős intézkedéseket, mint a távoltartási pert is beindíthatjuk, és biztonságba is helyezhetjük az áldozatokat és a gyermekeket, ha valami extrémebb esetről van szó, illetve ha intenzívebb a veszély, valamint pszichológiai tanácsadást és támogatást, illetve pszichoterápiát is nyújtunk az áldozatoknak. Ami még fontos az intézményünkre az, hogy egy vagy 2 évig csoportunk is volt, tehát csoportosan foglalkoztunk,
nem csak az áldozatokkal, hanem az elkövetőkkel is, mert egy norvég program szerint jó magam és még egy munkatársam képzésen átmentünk, és csoportosan próbáltunk ugye foglalkozni az elkövetőkkel is egy norvég modell szerint, ami szintén úgy relatív sikeres volt. Visszatérünk még majd az elkövetőkre, valamint az ő személyükre. Az előbb elmondta, hogy mi történik akkor, hogyha az áldozat maga jelenti az erőszakot. Jegyzőkönyv, elmondja segítség, mi történik akkor, ha rokon vagy szomszéd, vagy bárki más jelenti az erőszakot, a családon belül erőszakot, és az áldozat nem kíván beszélni, illetve nem kívánja bevallani, nem szeretné bevallani. Akkor önök tudnak tenni valamit, vagy ehhez az áldozat beleegyezése kell? A mi intézkedéseink, tehát az áldozat beleegyezése kell a mi sürgős intézkedéseinkhez, viszont mi hivatalból, ha a szomszéd is jelenti, és elmondja, hogy mit tud, tehát mi rögtön az ügyészségnek és a rendőrségnek is átadjuk a jelentést, és ők utána néznek minden esetre. Tehát ők már kötelesek hivatalból utána nézni, függetlenül attól, hogy beleegyezik-e az áldozat vagy sem, főleg ha ugye bizonyítékot is találnak, tehát akkor már ehhez nem kell semmi. De mivel egy elég, tehát ami a bizonyítékokat illeti, a jogi az ügyészségnek elég nehéz munkája szokott lenni, főleg a pszichikai erőszaknál és a lelki terrornál, mert azt nem, ugye sajnos nem lehet olyan módon bizonyítani, mint a fizikait, és ilyenkor sokszor van az, hogy nem kívánják az áldozatok beperelni a tettest. Arról esetleg van-e valamilyen adatuk, hogyha más jelenti be az erőszakos cselekményt a családon belül, és az áldozat akkor nem szeretné bevallani, később mégis meggondolja magát? Tehát ez tud egy ilyen kiváltó ok lenni, vagy egy segítség az áldozatnak, hogyha valaki előbb szól, és akkor ő addig nem gondolta azt, de utána mégis erről vannak-e adataik? Igen, hát most ilyen konkrét adataink nincsenek, viszont hol, hogy, tehát ez is egyéni, tehát tud adni egy löketet is az áldozatnak, főleg ha párhuzamosan rögtön, tehát egy támogatáson és pszichoterápián megy keresztül az áldozat, akkor ugye a szakmunkatársaink azon vannak, hogy bátorítsák és biztassák az áldozatokat, hogy végigvigyék a dolgot. Van, aki úgy dönt, hogy hát ez neki komplikált. Tehát vannak esetek persze, ahol túlságosan függ az erőszak elkövetőtől, nincsen hova elmennie a nőnek, ugye nem tud függetlenül keresni, mindazért, mert ugye visszaélt a hatalommal a férje. Tehát nagyon, nagyon összetett esetek is vannak, ahol évek során tényleg egyszerűen nincsen más lehetőség az áldozatnak. Viszont ami biztató számunkra, hogy az új törvény azért valamennyivel szigorúbb lesz az elkövetőkkel szemben. Igen, akkor az a június 1-től hatályba lépő törvény, amit a napokban jelentettek be, miszerint az erőszak elkövető börtönbe kerülhet. Ez mennyiben különbözik attól, ami eddig volt, és mennyivel jobb? Igen, a súlyos eseteknél most is ugye börtönbe kerülhetett, viszont most joga lesz az áldozatnak, hogy azonnal, tehát az elkövetőt távolítsák el a házból. És eddig fordított volt a helyzet, tehát eddig az áldozat volt az. Többnyire, míg be nem indultak a perek, még nem lett ítélet, az nagyon sokáig tartott, és az áldozat ilyenkor egy ideig biztonságos helyre kellett kihelyezni. Viszont az új törvény tudomásaim szerint ezt így van, megfordítja, ami jó, ami akkor teljesen más koncepciót ad az egész történetnek, és természetesen effektívebb lesz, mivel a tapasztalataink azt mutatják, hogy az erőszakos cselekedet után
periódus a legfontosabb. Az új törvény szerint ez tényleg biztonságos lesz az áldozatoknak és a gyermekeknek, ha arról beszélünk, és az a legfontosabb. Tehát most, hogy milyen jogi úton, módon történik, ez azt majd meglátjuk június 1-től, de úgy olvastam, hogy készül az ügyészség is az új törvényre, készül a belügyminisztérium is, úgyhogy reméljük, hogy szorosabb együttműködéssel, ugye ezt a válságperiódust a cselekedetek után lehet rövidíteni és biztonságba helyezni az áldozatot. Nézzük akkor magukat, az elkövetőket, a bántalmazók személyét. Tudunk egy általános képet festeni róluk? Milyen személyekről van szó? Hát, ha ilyen szociális kategóriákat keresünk, akkor nem. Tehát ez is tévhit, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ezek az elkövetők, illetve bántalmazók, tehát jellemzőbb rájuk, hogy nem tudom, szegényebb rétegekből, vagy ilyen szociálisan hátrányos helyzetű családokból származnak, tehát sajnos, vagy ne, ugye nem jellemző csak az, hanem tehát ugyanúgy voltak egyetemi... Minden társadalmi rétegből. Rétegből természetesen. Diplomával, egyetemi diplomával rendelkező bántalmazók, és nem tudom, általános iskolás végzettségűek is, viszont igen, itt a személyiségük az, ami talán érdekesebb. Ez a csoport, amit vezettünk, tehát itt tényleg próbáltunk, ugye ez a norvég modell szerint, különböző módszerekkel ugye hatni rájuk, de ugyanakkor megismerni és megérteni őket, ami elég nehéz egy ilyen esetben. De ez a folyamat által sikerült egy képet teremteni. Legtöbbször, és ez 90%-ban állíthatom, hogy ezek a személyek is ugyanúgy áldozatok voltak. A gyermekkorukban súlyosabb, vagy nem annyira súlyosabb bántalmazáson mentek keresztül. Ilyenféle modellt, példát kaptak, és a példa viszont tudjuk, hogy erősebb a szónál is, és ez valóban megmaradt, és ők ezt a féle modellt, ezt a féle szokást, hogy úgy mondjam, és gondolkodást igaziból csak átvitték a saját családjukba. Ami a személyiségüket illeti, hát muszáj mondani, hogy azért kevesebb, tehát nem rendelkeznek érzelmi intelligenciával, nem tudják felismerni a saját érzelmüket, tehát mintha elvágták azokat maguktól, főleg így hát a dühöt sem, és akkor nem is tudják kontrollálni a dühöt. Az empátiás készségük is ebből kifolyólag nagyon alacsony. Sajnos a súlyosabb erőszakosoknál és bántalmazóknál akár pszichopata vonalak is felfedezhetőek, tehát olyanok, ahol az erkölcsi vagy egyéb más normák nekik nem számítanak. Tehát különböző, mondhatjuk, hogy ezek azok a közös dolgok, de az, ami az érdekes valóban, hogy mikor tényleg sikerül megközelíteni őket, mivel fél évig tartott ez a program, tehát sokáig, pontosan azért, hogy legyen annyi idő és lehetőség, hogy megközelítsük őket, tényleg az derült ki, hogy mindenki szintén ugyanúgy tanulta meg, hogy így mondjam. Sikerült egyébként valamilyen eredményeket elérni? Sikerült, azt mondhatom, és büszke is lehetek rá. Szabadkán is tartottam egy csoportot, és Újvidéken is, és mondjuk a csoport tartalma alatt nem történt semmi újabb cselekedet, és mivel ez a program úgy van előrelátva, hogy 3, illetve 6 hónap után, a program után is rákérdezünk az elkövetőkre és a feleségekre, hát ezeknél csak egy esetben véltünk felfedezni visszaesést úgymond egy inkább pszichikai, de a többieknél semmi. Úgyhogy
mi azt gondoljuk, hogy persze ez nem jelenti azt, hogy az áldozatokkal nem foglalkozunk, viszont ez így hatásosabb, szélesebb körül, így tényleg lényeges változásokat is el tudunk érni. Nézzük akkor most még csak az időszűke miatt, még a beszélgetés elején azt mondta, hogy az esetek 80%-a úgy néz ki, hogy a férfi bántalmazza a nőt. Melyik a második leggyakoribb? Szintén a férfi a bántalmazó, és mondjuk a gyereket, vagy most már a kamaszok, a szülőket? Mi a leggyakoribb? Sajnos ilyen adattal nem rendelkezem, hogy mi ezután a leggyakoribb. De igen, vannak esetek, ahol most a kamasz gyerekek is, gyermekek iránt is van. Most majd az idő megmutatja, hogy milyen irányba megy az egész. Ez az arány, amiről beszélünk, az is fontos hangsúlyoztatni, hogy még továbbra is ugye ez a régi társadalmi normáknak a maradéka, hozadéka, hogy úgy mondjam, illetve a patriarchátusnak, hogy tudnélik, hogy régebben ez teljesen elfogadható viselkedés volt nézzük a társadalomban. Nézzük csak akkor még a végén egy rövid kérdést, ha már úgy is mondta, hogy ez az ilyen maradéka mennyire jellemző egyébként, mennyivel jellemzőbb Szerbiában a családon belüli erőszak, mint más országokban? Teszem azt, a környező országok, vagy bármelyik más ország jellemzőbb, nagyobb mértékben van jelen? Hát mostanában lehet, hogy így van, főleg a környező országokhoz képest, de én ezt ennek a kampánynak és a témának, hogy sokszor jelen van a közbeszédbe, annak vélném, és ebből kifolyólag ugye többen is jelentik fel. Viszont most, ha belegondolunk, említettem azt a programot, amin keresztül mentünk és képeztük magunkat, egy norvég programról van szó. Tehát ott is jelen van ez a jelenség, ugye. Csak ott van a különbség, hogy a két rendszer hogyan kezeli, és a társadalom hogyan kezeli. Ott, míg ott az erősen szégyen, itt nálunk nem biztos, hogy még, persze, hogy itt is azzá válik, de azért még vannak helyek és személyek, akik erre még mindig továbbra is büszkék, hogy mondja. Úgyhogy nem vagyunk mi se jobbak, se rosszabbak másoktól, csak itt az a kérdés, hogy csinálunk-e olyan rendszert, jogi és szociális rendszert, ami erre ezt a jelenséget tudja jól kezelni, vagy reagálni rá, vagy viszont nem, vagy hagyjuk, hogy az idő tegye a magáit. Én szerintem ebbe a témába relatív komolyságot mutatott az állam, és mondhatom, hogy azért mégis vannak előrelépések. Ha össze tudjuk hasonlítani, én szerintem Magyarországon még nincs is ilyen törvény. Lehet, hogy tévedek, de nem tudok róla. Telecski Boris, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.